Galambóc a legfestőibb és legépebben fennmaradt várom az Altdunán. Szemben láthattuk is. A Duna duzzasztása itt is megtette hatását, a vár alsó része vízben áll. Az csak a bástyának a teteje, ha jól látom. A Galambóc vára tartósan szerb kézben volt, de 1427-ben át kellett volna adni Zsigmond magyar királynak a várat, ehelyett a várkapitány inkább török kézre juttatta. Zsigmond a Lászlóvárat megépítve támadást indított, de alul maradt a harcban, és a török felmentő sereg elől alig tudott megmenekülni. A király csak Rozgonyi nénak köszönhette életét. Rozgonyi né a király fővezérének felesége Rozgonyi Cecília, őstetteit Arany János balladáiból idézhetjük fel. A vár török kézen maradt, később csak Kinizsi Pál tudta visszafoglalni. A Kinizsi itt elég komoly dolgokat művelt ezen a vidéken. A Lászlóvár Szent Lászlóvára, Lászlóvára község mellett Új-Moldovától délre, a Galambóci várral szemben áll a Dunaparti Várhegyen. Egy része a víz alól látszik. Hajdanán az Aldunánál lévő legerősebb vár volt. Ma azonban már csak néhány rom látható belőle. Zsigmond királyunk hamarjában építette fel 1424 telén a Galambóc elleni támadás előkészítéseként.